A tanári kar zenés bemutatójával kezdődött a 13. maratoni Mindentudó ma reggel. Vásárosdombon minden évben más tematika köré szerveznek csapatversenyt az általános iskolában. Mint megtudtuk, szerencsés helyzetben vannak, mert aránylag fiatal a tantestület, hatalmas lendülettel végzik munkájukat, így egy színvonalas és a gyerekek számára végig érdekes vetélkedőt sikerült létrehozniuk. Schumann Norbert igazgató elmondta, hogy legtöbbször pályázat biztosít forrást, idén a tankerület segített az alapanyagok megvásárlásában. Az egésznapos eseményen sok állomáson mennek végig a diákok. A falu több pontján kihelyeztünk különböző állomásokat balatoni helység jelekkel, ahol különböző feladatokat kell majd megoldaniuk. Ezek lesznek logikai, sport, ügyességi feladatok, lesz vattacukorevés, homokvárépítés, medencében kagylókeresés, kagylógyűjtés, tehát mindenféle, ami a Balaton hangulatát idézi, hasonló feladatok lesznek. A komolyabb földrajzi, történelmi, irodalmi vonatkozáson túl a filmművészet, képzőművészet, zene, tánc, divat is helyet kapott a programban. Érkeztek iskolás csoportok Sástról, Dombóvárról, Mágocsról, Abaligetről, Mindszentgodisáról és Szászváról is a Vásáros-dombói versenyre. Idén téma a Balaton volt, a témát igyekeztek minden lehetséges oldalról megközelíteni az éves felkészülés során. Ez a 13. rendezvény a Maratoni Mindentudónak. A Covid-járvány miatt most elmaradt az utóbbi években kettő. Nagyon vártuk újra a versenyzőket és a kísérő tanárokat, a vendégeinket, és ők is várták már a versenyt. A rendezvény az iskola életét a tanév kezdetétől majdnem a végéig átszövi. Minden évben már októbertől dolgozik 20 pedagógus, és az őket segítő szintén 18-20 fős csapat a tematika kiválasztásától, a feladatok kidolgozásán át, a helyszínek megvalósításáig és a rendezvény lebonyolításáig. Amikor ezt mi elkezdtük, akkor egy olyan rendezvényt szerettünk volna, ami úgy máshol nincs, ami kicsit különlegesebb, mint a többi verseny. Nem igazán tanulmányi versenyt szerettünk volna, mert abból sok van. Ráadásul a mi közegünkben nagyon sok hátrányos helyzetű gyerek van, akik nem elsősorban a tanulás terén tudnak kiemelkedni, főleg inkább sportban, zenében, művészetekben. A verseny színvonalát mutatja, hogy a megyéből egyre több iskola jelezte részvételi szándékát. A szervezők a hely korlátozottsága miatt kell, hogy 9 csapatban maximalizálják a létszámot, de szívesen segítenek más iskoláknak abban, hogy megrendezzék a versenyt, így lehet majd később más városban is maratoni Mindentudó.